Dr. Gesztes Jenikő vagyok, a Szekszárdi Arany János Gimnázium pedagógusa. Ezen kívül a Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület elnöke. Én remélem, hogy az egyesület tevékenységéhez sokat tettem hozzá, vagy legalábbis tettem hozzá, amit mindenképpen a számlámra írnak, hogy elindítottam egy fiatalítást az egyesületben. Ma már egyetemisták is tagjaink van, egy honismereti szakköröm a Garai János Gimnáziumban, és belőlük most nőtt ki egy egyetemista például. De azt gondolom, hogy az idősek, akiket mi nagyon tisztelünk, tevékenységét követve talán az ifjúság is tovább fogja majd tudni vinni ezt a tevékenységét. Én nem pedagógusnak készültem, illetve a szüleim mind a ketten orvosok. És kimondhatom, hogy egy értelmiségi családból származom. Édesapám, édesanyám is, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon művelt. Édesapám a város proúrbe díjasa, és főorvosok voltak mind a ketten. És tőlük nem csak azt a szakma iránti szeretetet, alázatot tanultam meg, hanem például a történelem is nagyon érdekelte a szüleimet, nagyon sokat utaztunk, és így egyszer csak fordult, megismertem a latin nyelvet. A latin nyelv egy csodálatos világ. Sokan mondják, hogy nagyon-nagyon nehéz, én pedig azt mondom, hogy egy nagyon logikus nyelv, ami a gyerekeknek is a logika fejlesztésében segít. És megismertem, és fordultam, és így kerültem Szegedre, akkori József Attila Tudományegyetemre, ahol történelem, latin-ógörög speciális képzést végeztem, majd az ELTE-n 1993-ban végeztem el a görög szakot. Egy évig tanársegédként dolgoztam, majd saját döntésemből jöttem ide vissza Szekszárdra. Szüleim és családom közelében, addigra a nővérem is, aki szintén pedagógusként dolgozik a városban. Hát együtt telepettünk itt le, és éltük szépen az életünket, és hát elindultam ezen a pályán. Ott ragadtam a Garai János Gimnáziumban, nagyon sok egyetemre hívtak tanítani, a Pázmány Egyetemre, Szegedre, ahova vissza is mentem óraadóként, de én nem akartam ettől a várostól elszakadni. Itt születtem, ez most egy nagyon-nagyon szép ismerés, és nagyon büszke vagyok rá, és azok az emberek jutnak eszembe ebben a percben, és nehezen is fogalmazom meg, akik nagyon sokat tettek ezért, akik ott álltak mögöttem, és elsősorban a szüleimet említeném meg. Aztán volt egy csodálatos pedagógus, aki elindított ezen a pályán, úgy hívták, hogy dr. Kis Lászlóné, ő volt az osztályfőnököm gimnáziumban. Büszke vagyok az eddigi elődeimre, és talán sikerült nekik valamit abból visszaadni, amit kaptam tőlük. Marcus Aurelius a kedvenc íróm, ő filozofus császár volt az ókorban, és görögül írt, és azt írta, hogy légy igazságos a ma cselekedeteidben, amelynek oka belőled való. Ez annyit jelent, hogy minden vágyad és tetted közérdekű cselekvésben találja meg a célját. Én azt gondolom, hogy a közérdekű cselekvésben találtam meg a célomat. 55 éves vagyok most, lehet, hogy az én időmet kellene egy kicsit bővíteni. Nagyon boldog vagyok az elért eredményeim miatt.